Ezzel a késsel szúrta hasba élettársát a 30 éves táci nő január 23-án. A fehérvári nyomozók a nőt lakásában elfogták, majd előállították a székesfehérvári rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A nő vallomásában azt állította, hogy véletlenül szúrta meg a férfit. Kiderült, hogy közöttük az incidenst az váltotta ki, hogy a nő szóvá tette azt, hogy a férfi miért nem csukta be a fürdőszoba ajtaját, majd szót követett, és aztán ezt követően szúrta meg tulajdonképpen a nő az élettársát. A mentők szállították kórházba a 41 éves férfit, a rendőrséget is ők értesítették. A férfi sérülése 8 napon belül gyógyuló. Egy szúrsebb látszott a köldök környékén. A mentők megérkezésekor szobába fekve találtuk a sérült, tehát akkor már látszott, hogy az állapota az kielégítőnek mondható. A későbbi alapos vizsgálatok ezt alátámasztották, hogy könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyben a nyomozást a székesfehérvári rendőrkapitányság nyomozó osztálya folytatja, a nő szabadlábon védekezik.